Augusztus 27-én Toront elvásárhelyen a művelődési otthon nagy termében ismét felcsendült a magyar nóta és a csárdás. 27. alkalommal került megrendezésre a Víve Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválja. Ez az egyik legjelentősebb vajdasági rendezvény, amit 1996 óta Toront elvásárhelyen tartanak meg a falu szülöttjének, Vitkai Gyula hírneves nótaszerző emlékére. Fesztivál nyitódala Vitkai Gyula Megfordítom kocsim rúdját című szerzeménye volt Vitkai Kutsera Ágota előadásában. A rendezvény első részében amatőr énekesek vetélkedtek meg, valamint új magyar nóták versenyére került sor ismert vajdasági énekesek előadásában. Az amatőr énekesek vetélkedőjén 4 énekes lépett fel. A szakzsűri értékelése alapján a legjobb énekesnek bizonyult a muzsiai Muhi Dániel. Második díjazott a kullai fenyvesi Petronella, míg a harmadik díjazott a magyar kanizsai Ördög Mihály. A díjjal kapcsolatos érzéseikről kérdeztük Muhi Dánielt és fenyvesi Petronellát. Hát elsősorban nagy öröm számomra, hogy egy ilyen rendezvényen vehettem részt, szóval elsőnek kihangsúlyozom, ilyen nótaesten, ilyen rendezvényen veszek részt. Külföldön nincs ilyen alkalmam énekelni, de ahogy kihangsúlyozom, ahogy tehetem, hazajárok és a publikumnak énekelek szívből. Tehát ez azt jelenti, hogy már régóta énekelsz. Mi áll közelebb hozzád, a magyar nóta vagy a csárdás? Így van, hát régebb óta, mondjuk rá általános iskolakoromtól népi énekkel kezdtem foglalkozni, népi ének volt a közel a szívem csücskéhez, de a magyar népi nóták is, népdalcsokrok voltak közel hozzám. Melyik a kedvenc magyar nótád, amely legkedvesebb, ha lehet így fogalmazni? Hát, hogyha ezt a maihoz képest, de szeretnék egyszer én is hazamenni. Honnan ered a zene iránt és szereteted? Talán a családi fészekből vagy? Hát ezt nem tudom, ahogy mondják, hogy Isten adta ezt a adottságomat. Szóval családban nincs senki, de hát ők voltak azok, akik mindig támasztattak és előre léptettek ebbe a szakmába. Mondjuk szakma, de hát... Persze fontos a támogatás, és mik a további terveid? Nyilván újabb lehetőségek is majd tárulnak eléd ennek a fesztiválnak köszönhetően. Így van, hát nagyon sok minden forog most a fejembe, szóval ez nem valóra vált álmom, még mindig az ének. Én énekelek, szóval nem is hagytam abba. Csak még mindig nem hiszem el, hogy van bennem tehetség, és erre fogok törekedni a jövőben, hogy továbbra üzzem a magyar népi dalokat, csokrokat énekelni. Én kiskorom óta énekelek, de még sose fordultam elő ebben a kategóriában. Ez inkább a szüleim vágya volt, hogy vegyek részt ebben, de kiskoromban sokszor hallgattam a nagymamán a rádióban magyar nótákat. Tehát először veszel részt ilyen versenyjellegű rendezvény? Nem, én sokszor versenyeztem már, sok énekversenyen és szavaló versenyen vettem részt, de nótafesztiválon még sosem voltam. Ez első alkalom. Mi áll közelebb hozzád, a magyar nóta vagy a csárdás? Hát talán a csárdás, mivel az olyan pörgős, úgy viszi az embert. Mik a további tervek? Feltételezzem, hogy újabb lehetőségek tárulnak majd eléd. Igen, hát szeretnék jövőre is visszatérni a Víve Fesztiválra is, remélem, hogy én is bejutok a profik közé, illetve hát szeretnék én
így más tereken is továbbra is tevékenykedni az énekléssel. Közönségdíjas lett Mezei Simóna és Mezei Mónika. A nyári estén Fenn az égen című magyar nótát adták elő, melynek szövegét Szénási Beretka Eszter, zenéjét Mezei Simóna írta. Az új szerzemények kategóriájában első díjazott magyar nóta, ha felcsendül egy szép nóta, melynek szövegét Szénási Beretka Eszter írta, zenéjét Szabó Dékány Zsófia. Előadta szintén Szabó Dékány Zsófia. A torontálvásárhelyi Szénási Beretka Eszter szívügyének tartja a Víve Fesztivált. Nem csak szövegeket ír, hanem részt vesz a Víve Fesztiválok szervezésében, támogatásában is. Az ide Vívere 3 számot írtam, nem gondolván arra, hogy mind a 3 be fog jutni a döntőbe, de hát én nagyon-nagyon elégedett vagyok azzal, mert mind a 3 elhangzott. Fölcsendült a Szabó Dékány Zsófia előadásában az Andalgó, és hát ugye ő volt a zeneszerzője is, ketten így, ahogy összebeszélgettünk, az elképzelés a zenével együtt így valósult meg. Tehát ha felcsendül egy szép nóta, jobban mondva egy régi szép magyar nóta, akkor az emberek szívében is a vér pezsdül, a szív hevesebben ver, dobog, és visszahozza azt a régi magyar nótás kedvet, ami talán valamikor a falunkban itt nagyon nagy hallgatósága, nézettsége volt a bálokba, a színházakba, tehát a magyar nóta mindig szólt, és én mindig várom, hogy ez a régi magyar nóta felcsendüljön. Ön számára mit jelent a Víve Fesztivál? Szinte mondhatjuk, hogy az első fesztiváltól kezdve jelen van az eseményen, mint szervező, mint szövegíró, mint támogató. Hát ugye akkor régen, a régi szép időkben, 1996, amikor az első döntős Víve elkezdődött, útjára indult. Hát azóta is ugye kisebb-nagyobb kimaradásokkal, tudjuk a pandémia idején is a kimaradásokat. Most bepótolni úgy mondják, hogy lehetetlen, de én azt hiszem, hogy ezek a számok, ezek a zakaratok, amik benne vannak a szövegírókba, zeneszerzőkbe, hát némi pótlás csak előkerül itt-ott, és én hiszem, hogy a jövőben is, ha már sajnálattal kell mondani azt is, hogy mind kevesebben vagyunk itt a falunkba, fiatalok nincsenek, a magyar nóta halkabban szól, de bízom benne, hogy azért minden évben itt a színpadon hangosan szól. Így van, míg vannak ugye magyar nótakedvelők, új amatőr énekesek, szövegírók, addig lesz a Vívének is jövője, és várjuk még az új szerzeményeket, szövegeket öntől is. Hát bízom benne, hogy még bírom, addig csinálom. A Művelődési Otthon csarnokában képkiállítás nyílt meg a rendezvény napján. A székelykevei Bíró Lívia alkotásait tekinthették meg. A gála esten a Víve nótaénekessei léptek fel. Bíró Ferenc, Szabó Dékány Zsófia, Szúnyog Tibor, Gonnellik György, Erős Mónika, Mezei Mónika, Mezei Simóna, Gőz László, Oszterman Emma, Kotroba Júlia és Morvai Melinda. A rendezvény fővédnökei Betlen Gábor, ZRT Budapest, Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Művelődési Tájékoztatási Titkárság, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság, valamint az Antalfalvi Önkormányzat.